Az ünnepélyes megnyitó után a legkisebbek, vagyis az első-második osztályos lányok futamával kezdődött mezei futásban a 2021-22-es diákolimpiai szezon. A pécsi és Pécs környéki iskolák tanulói új terepen, Tüskésréten futottak. A harmadik-negyedik osztályosoknak már hosszabb távot kellett teljesíteniük, így fontos volt jól beosztani az erejüket. Ezt a futamot Rudolf Hanga nyerte, aki versenyszerűen aerobikozik a PSN ZRT színeiben. Igazából ugye mindenki azt gondolja, hogy ha az elején lassan fut, akkor be tud gyorsítani, de nekem igazából az jött be, hogy az elején begyorsítok, oda kerülök az első helyre, onnan még gyors, és hogyha le vannak maradva a többiek, akkor utána már egy kicsit lelassíthatok. A negyedik korcsoportos lányok melegítenek a futásra. A PTE Deák Ferenc gyakorló csapatának tagjai előre megbeszélték a taktikát. Úgy gondoltam, hogy az elején egy közepes tempót, a másodikra kicsit gyorsabban is, a végét a leggyorsabban. Zsófi eljutott már az országos döntőig is, de mint mondja, a lovaglást nem cseréli le a futásra. Csapattársa Eszter kosarazik, ő most indul először mezei futáson. Még nem futottam itt így ilyen versenyen. A taktikám nekem is nagyjából ugyanez, mint a Zsófinak. Az elejét próbáljuk a tömeggel lefutni, és akkor a végét meghúzni. Végül elrajtolt a legnagyobbak mezőnye is. Ezekre a versenyekre az atlétaedzők is kilátogatnak, hát ha találnak jó alkatú, jó mozgású tanulók. Bár a szakemberek azt mondják, hogy ez egyre nehezebb, hiszen akár csak Hanga, Zsófi és Eszter, a gyerekek többsége leigazolt sportoló. Az iskola már ismeri azt, hogy jó mozgású, jó futókészséggel rendelkeznek, és azok jönnek ide. Tehát az én véleményem az, hogy nagyon ritka a saját tapasztalatom is az, hogy ilyen típusú, jellegű versenyeken találjunk olyan gyereket, aki még sehova nincs leigazolva, nem sportol. Hát ez ritka, mint a fehér holló. Kíváncsi leszek erre a mai napra is, de hát nyilván... Hát azért törekedni kell arra, hogy keressünk, kutassunk, hát ha találunk. Az első korcsoportosok számára itt befejeződött a verseny, de az idősebbek a megyei döntőre juthattak. Az első három helyezett csapat, valamint az első hat helyezett egyéni versenyző képviselheti a várost Baranya legjobbjai között.